Szeretettel köszöntelek benneteket a Single Cross Kávéháznak a résztvevőit, nézőit. Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek. Dombó Zsolt vagyok, a Belvárosi Gyülekezetnek a lelki pásztora. Mielőtt elkezdeném pár gondolattól, hagyj imádkozzam. Drága mennyi édesatyám, én hálás vagyok azért, Uram, hogy ma itt lehetünk, hálás vagyok azért, Uram, hogy egybe szerkesztesz bennünket, Uram, akár házasok vagyunk, akár egyedülállók, akár időszakos az egyedülállóságunk, akár végérvényes. Uram, én köszönöm, hogy mindannyiunknak egy jó terved van. Minden életet te személyesen kitaláltál az örökkévalóságban, Krisztusban, már eleve elterveztél mindent, és pontosan tudod, hogy kinek mi a legjobb, kinek mikor a legjobb, és Uram, én most azért imádkozom, hogy azok a gondolatok, amik most előkerülnek, azok, Uram, azok jó szívbe tudjanak behullani, bátorítások tudjanak lenni, megértések tudjanak lenni, és felbátorodások arra, hogy akár így, akár úgy, akár hosszan, akár rövid ideig, de akármilyen állapotban is találtatunk, Uram, mi az élet teljességét próbáljuk megélni te veled, hogy arra jöjjünk rá, azt keressük, hogy mit tervezett nekünk az édesatyánk, és köszönöm neked, Uram, hogy erre minden lehetőségünk megvan, mert van az igéd, van a Szent Szellemed, és köszönöm, hogy ezek elvezetnek bennünket minden igazságra. Így legyenek áldottak az én testvéreim, az Úr Jézusnak a nevében. Ámen. Fantasztikus dolog Istennel együtt lenni, fantasztikus dolog Jézussal együtt járni, és ahogy készültem erre most itt az imában, teljesen is így eszembe jutott az az időszak, amikor én egyedülálló voltam. Mert hogy én is voltam egyedülálló, sőt, el kell mondjam, hogy mindenki volt egyedülálló. Ez a fantasztikus az egészben, hogy tehát senki nem születik házasként, tehát mindannyian hosszabb, rövidebb ideig megtapasztaltuk az egyedülállóságot. És erre azért volt jó visszaemlékeznem most, miközben én imádkoztam, mert ez nem csak egy szemináriumnak a kérdése, ez egy gyülekezeti kérdés. Mi például az egyedülállóságról, amit gyülekezeti szinten tanítottunk, mert ugye a házasságok is érintik a gyülekezetet, az egyedülállóknak az állapota, az egyedülállóságnak a miensége szintén érinti az egész gyülekezetet. Tehát ez nem egy szűk rétegnek a problémája, amit hátsó eldugott sarokban kiszolgálunk, szobákban megbeszélünk, és próbáljuk egymást bátorítani, hanem azt gondolom, hogy ez az egész királyságnak, az egész egyháznak, az egész gyülekezetnek szintén fontos kell, hogy legyen. Hiszen, hogyha egy tagnak fáj valami, az az egész testnek kell, hogy fájjon. Ha pedig örül, akkor az egész test tud örülni. A másik, ami miatt azt gondolom, hogy érdemes ezt nagyobb körben erről beszélni, az az, hogy minden olyan téma, ami a Bibliában szerepel, ami az Új Szövetségben a hívőket érinti, azok gyakorlatilag olyan témák, amik az királyságot mutatják be. Mi a királyságról teszünk egyébként tanulságot, akár gyerek vagyok és tanulok az iskolában, akár pásztor vagyok, akár hívő vagyok, akár fér vagyok, apa, feleség, nő, anya, mindenféle, minden állapotban a királyságot kell valahogy megélnem, és a királyságról teszek bizonyságot az életemben. És ezért fantasztikus dolog, mert ha a királyságról beszélünk, akkor biztos, hogy az egyedülállóságban is kell, hogy jó dolgok legyenek. Nyilván vannak nehézségek benne, ahogy a házasságban is vannak nehézségek. Speciális nehézségek vannak a házasságban, és speciálisak az egyedülállóságban. De van benne öröm. És ezt nem szabad elfelejtenünk, hogy van benne érték. Ahogy felnevelkedünk az egyházban, főleg a karizmatikus, talán a pünkösdi karizmatikus házam tájékáról beszélek, talán nálunk nincs akkora értéke, vagy olyan gyanús egy kicsit, ha valaki hosszabb ideje egyedülálló. Akkor már nyomjuk, hogy mikor nősülsz meg, mikor mész férhez, na mikor, és ez úgy ráragadhat az emberekre is, hogy tényleg mikor, ez nem a teljes élet így. De a Biblia, és ma erről szeretnék pár szót szólni, ennek abszolút az ellenkezőjéről tesz bizonyságot, hogy az egyedülállóság ugyanolyan teljes élet, mint egy házasság. És egy házasság is lehet nagyon rossz, miközben egy egyedülállóság meg lehet nagyon jó. A kérdés tehát az, hogy királyságos, biblikus módon éljük-e meg mind a két állapotot. Amiről még szeretnék beszélni, hogy minden életnek van egy üzenete, kezdjük innen. Minden életnek van egy üzenete, minden életnek van üzenet értéke, minden szolgálatnak van üzenet értéke. És az egyedülállóság azért nagyon különleges módon kapcsolódik a királysághoz és a mennyek országához.
Azt pontosan jól tudjuk, mert ezt mindenki tudja, hogy maga a házasság az bemutatja az egyháznak és Krisztusnak a kapcsolatát. Bemutatja tulajdonképpen a jelen valóságban, hogy Krisztus és az ő mennyasszonya, az egyház, az milyen viszonyban vannak egymással. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy hát, ha megnézed, hogy milyen viszonyban van az egyház a Krisztussal, tényleg ilyen viszonyban vannak a házasságban és általában a feleségek a férjeikkel. De mindig el szoktam mondani, hogy férjek, ez rajtatok múlik, mert Krisztus, ahogy szereti az egyházat, nekünk is úgy kell szeretni majd a feleségeinket, és akkor a dolgok megváltoznak. De visszatérve a szinglűségre, a szinglűségnek is van, az egyedülállóságnak is van egy jövőbe vetett és egy jövőről mutatott üzenet, egy profétikus üzenet, hogy így fogalmazzak, és ezt hittel, örömmel és látással, ha valaki felismeri, megéli, átengeded a szíveden az Istennek a látását az egyedülállóságról, nem az egyház látását, nem egy felekezetnek a látását, mi csak nem is az én látásomat az egyedülállóságról, hanem hogy az Isten hogy látja az egyedülállóságot. Ha ezt megérted, átengeded, akkor két dolog fog történni. Egy. Örömmel és teljesebben fogod megélni azt az időszakot, amikor egyedülálló vagy. Legyen az egy év, öt év, tíz év vagy száz év. Kettő. Ha valaha megnősülsz és férhez mész, sokkal jobb alapokon fog nyugodni a házasságod, ha megértetted, hogy mi is az egyedülállóságnak az üzenete a mennyei királyság szempontjából. Na egy kicsit menjünk beljebb. Mi lehet az üzenete annak, Zsolt, hogy egyedülálló vagyok? Hát azt még értem, hogyha valaki házasságban van, Krisztus is az egyház, de az egyedülállóságnak hogy lehet üzenetértéke? Hát úgy lehet üzenetértéke, hogy Mózes otthagyta Egyiptomot, Egyiptomnak minden kincsét, minden posztját, minden drágosságát, és ha megnézed a zsidó levélben, ahogy fel van sorolva a hithősök, akkor nem az van felsorolva Mózesről, hogy ketté nyitotta a tengert. Nem az van Mózesről leírva, hogy a kőből vizet fakasztott. Nem ezek vannak leírva. Még csak az sem, hogy az Úrral beszélt, hanem az van leírva, hogy Mózes, aki ott hagyta az egyik életvitelt egy másik életvitelért. Ez van leírva, mert az élete beszélt, az élete tette egy tanulságot, az életvitele, az életmódja az, amely plusz üzenettel bír, hogy eltett 3000 év, és még mindig abból merítünk bátorságot. És a hit igazságai, az ige az erről beszél, hogy minden életútnak van egy tanulság tétele. Akár akarod, akár nem. Akár akarod, akár nem. Minden életút tartalmaz és rendelkezik egy profétikus üzenetet mások számára. Ha belegondolsz, minél jobban a szellemben jársz, minél jobban betelítődsz a Szent Szellemmel, az Isteni igazságaival, annál kevésbé függesz a körülményeitől, hanem kijelentéseket is tudsz kapni olyan témákról, amiket esetleg meg sem éltél. Én nagyon viccesnek tartom, vagy humorosnak, vagy úgy Istenre jellemző módnak tartom, hogy a legnagyobb kijelentéseket a házasságról pont az a két emberen keresztül adta meg Isten, akik sosem nősült meg, Jézus Krisztuson és Pál apostolon keresztül. Ők mind a ketten szingülök voltak. Ha valaha úgy gondolod, hogy a szingülség egy másod osztályú hívőség vagy életvitel, akkor gondolj Jézus Krisztusra, hogy ő nem másodosztályú életet élt, ő teljes életet élt. Ő úgy, ahogy van, 100%-ot élt le az életéből. Nem csak arról beszélek, hogy hegyi beszéd, meg szolgálat, meg a tengeren járt, meg vizen járt, meg ilyen dolgok, hanem biztos lehetsz benne, hogy amik nincsenek leírva a könyvnek a lapjain, amik nincsenek leírva az evangéliumokban. Jézus ott is élt. Ott is élt, amikor a nazareti tó partján egy alkonyatban nézte a tengert, mellette gyerekek játszadoztak, futballoztak, mit tudom én, miket csináltak, odagurult egy labda, a mester visszagurította, lehet, hogy odament hozzá egy kisrác és megkérdezte, Jézus, rabbi, mit nézel? Nézem, Isten milyen csodálatosan csinált ezt az alkonyt. Tényleg van Isten? Persze, hogy van, Sámuel. És visszagurította a labdát. Amiről próbálok itt beszélni, hogy élt, létezését megélte jól, nem pusztán a küldetésre koncentrált szárazon, nem mindig csak a gyülekezet, meg az eklézsia, meg a fontos dolgok jártak az agyában, néha így képzeljük el, hanem megélte az örömöt abban, hogy élhet, hogy létezhet. És én erre bátorítalak téged, egyébként ez lesz az árumondatom is, hogy bátorolj fel arra, hogy egy napig, öt évig, vagy húsz évig vagy még egyedülálló, akkor is élned, létezni. Jó dolog. Az élet rövid. És tele van szenvedéssel, tele van fájdalommal, sok mindennel van tele egyébként. Igen, de akkor is jó élni, és akkor is jó létezni. Na, visszakanyarodok a szinglőségre, az egyedülállóságra. Szóval egyedülállóságról beszélünk, és ez nagyon fontos dolog, nem magányosságról.
lelkipásztorként, sőt, házas emberként is el tudom neked mondani, hogy nagyon sok házasságban élnek magányosan az emberek, és nagyon sok egyedülállót ismerek, akik abszolút nem magányosak. A magányosság az egy életérzéshez függ, az nem állapot, megismétlem. Az, hogy valaki magányosan érzi magát, az egy életérzés. Az nem az állapottal van összefüggésben, hogy házas állapotban van, vagy egyedülállóságban van. Úgyhogy ezek nem szinonimái egymásnak ez a két szó. Milyen üzenetet tartalmaz az egyedülállóság mondjuk a házassághoz képest? Például az, hogy míg a házasság, előbb említettem, a Krisztusról és a mennyasszonyról szól, tehát itt a Földön, hogy milyen állapotban van, valahogy az egyedülállóság, ami jól éled meg, az a jövőről ad. Egy jövőről ad egy bizonyságot, a jövőbe vetett hitről ad egy előképet azoknak, akik néznék a te életedet. Tulajdonképpen egy jól megélt egyedülállóság, az a jövőnek egy reményteljes üzenete kell, hogy legyen, annak a képviselete, hogy eljön a kor, amikor a Krisztussal minden teljes lesz. Eljön a kor, amikor Krisztusban semmilyen hiányérzet nem lesz. És ebből egyes emberek már egyes időszakra, már most meg tudnak ezen a földi korszakon is meg tudnak valamit élni, hogy teljesebben lehet megélni az életet. Valami olyasmiről teszesz bizonyságot, ha jól megfogod a szinglű állapotodat, hogy a Krisztussal a világ, a Krisztussal élt élet az teljesebb tud lenni a világ minden gazdagságánál, vagy minden élvezeténél. De ehhez nyilvánvalóan hit kell. A Márk 10:29-ben Jézus azt mondja, hogy bizony mondom néktek, hogy senki sincs, aki elhagyta a házát, fiútestvéreit, nőtestvéreit, apját, anyját, feleségét, gyermekeit és szántóföldjét. Én érettem, és az evangéliumért, megijedtem, hogy nem tudom ezt végigmondani, és ne kapna száz annyit ebben az időben házakat, fiútestvéreket, nőtestvéreket és anyákat, gyermekeket, szántóföldeket, igaz üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. Ha emlékeztek erre az ígéret, nem csak az evangéliumról szól, hanem azt mondja, hogy lehet, hogy egyedülálló vagy most, de akkor száz annyit fogsz kapni, ha ezt biblikusan jól megéled, akkor te az egyházon belül fogsz kapni testvéreket, anyákat, fitestvéreket, üldöztetésekkel együtt az evangéliumért, ez nyilvánvaló, de lesz családod, nem leszel magányos, és nem leszel egyedül. Az egyedülállóság azért is egy radikális üzenet, mert két dolgot nagyon megpiszkál bennünk, ha az Új Szövetség igéjét olvasod, akkor két dolog ki fog derülni. Az egyik az, hogy a családi állapotok nem vérszerintiek a Bibliában, hanem szellemiek. A szellemiek örökkévalóak, de a családi állapotok, a vérszerintiek a földi korszakkal véget érnek. Másfelől pedig, amit annyira fontosnak érez a világ, a szexualitás, az Új Szövetség megmutatja, hogy gyakorlatilag a szexualitás nem feltétlenül létkérdés. Van két ige, amit ugye gyakran föl szoktunk hozni a házasság mellett. Én ezeket, azt a két igét két mumus igének nevezem, mert én azt gondolom, hogy ez nem egy jó érvek a házasság mellett. Az egyik ugye az 1 Mózesben van, hogy nem jó az embernek az egyedül, szerzek hozzáélő segítőtársat. Valóban nem jó az embernek egyedül, ez egy vitathatatlan kijelentés, és Isten ezt nagyon, nagyon bölcsen megfogalmazta, mert gyakorlatilag Isten annyira nagy lelkű, hogy ő ezt kimeri mondani, hogy nem vagyok én elég az embernek, úgy teremtettem meg, hogy ne csak hozzám kötődjön, hanem az ő saját fajtársai is kell ahhoz, hogy teljes életet éljen. Csak hogy ekkor még nem volt házasság, ekkor még nem volt Éva. Az a helyzet, hogy ekkor még nem volt házasság. Itt az Ádám szó az emberi fajtáról van szó. Magyarán, amikor azt mondja az ige, hogy nem jó az embernek egyedül, az egy olyan ténymegállapítás, ami minden korban igaz. Valóban az emberi faj nem tud egyedül meglenni. De ez nem azt jelenti, hogy mindenképpen kell hozzá egy házastárs, egy embertárs kell hozzá, kellenek barátok, kellenek minden tesók, sok mindenki kell, hogy jól érezzem magamat, hogy teljesen tudjam megélni az életemet, de nem feltétlenül kell hozzá házastárs.
nagyon jó a házasság, szeretném ezt hangsúlyozni, nem a házasság ellen beszélek, csak erről az ígéről egy kicsi nyomásként tud ránk helyeződni, amikor mindig ezt mondjuk esetleg a nem házasoknak, hogy igen, hát mert ez nem jó az embernek egyedül, ez nem igaz, Jézusnak is nagyon, nagyon jó meg volt házasság nélkül, de nem volt egyedül, voltak barátai, voltak testvérei. A másik ilyen ige, ami szerintem egy kicsit lerontja a házasságnak az értékét, és lehet, hogy téged is, mint egyedülálló, rosszul motivál arra, hogy miért kell mindenképpen megházasodni. Egyébként már az előző ige is lehet rossz motivációnak az alapja. Belegondolsz abba, hogy ha az van a fókuszban valakinek, hogy nem jó az embernek egyedül, és én ezért akarok megházasodni, ez egy nagyon nagy téma, akkor nem biztos, hogy jó házassága lesz, és nagyon finoman fogalmaztam. Ez nagyon önző motiváció. Ez nagyon önző motiváció, hogy azért akarok férhez menni, azért akarok megnősülni, mert nekem nem jó. Akkor az illető még nem rendelkezik látással arról, mi az, hogy házasság. Házasodni, zárójelet nyitok. Azért kell megnősülni, és azért kell férhez menni, azért kell megházasodni, hogy valakit szolgálhass. Hogy szeress valakit szolgálni, aki szintén majd szeret téged szolgálni, kölcsönösen egymás felé szolgáltok, és így rajzolódik ki bennetek a Krisztus, zárója bezárva, vissza a másik mumus igéhez. A másik mumus ige, én neveztem egy mumus igének, ami azt mondja, hogy a 1 Mózes 1.28-ban, hogy megáldotta őket, ott már Ádám és Éva van, megáldotta őket Isten, és azt mondta, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be az egész földet, és akkor hajtsátok uralmatok alá, stb. Én szerintem elég megalázó, legalábbis, hogyha én nő lennék, nekem nagyon megalázó lenne azt gondolnom, hogy az én férjem egy igét akar betölteni, és azért vette engem feleségül, mert meg van írva, hogy szaporodjunk és sokasodjunk. Én azt gondolom, hogy inkább az lenne jó, hogyha azért vennéd el valakit, hogy szeressed. Ez a szaporodás és sokasodás ige, ez szintén nem a házasságnak egy jó megalapozó igéje, ezt is hallottam sajnos pedig indoklásként. Tehát magyarán ez sem kell, hogy titeket vagy egy egyedülállót nyomásként érjen, ennek teljesen ehhez nincsen semmilyen köze. Plusz hozzáteszem, hogy az új szövetségben a szaporodás, sokasodás már nem biológiai úton vagy, hanem mennyei úton, tehát felülről való újjászületés útján, akkor az egészen egyértelműen kiderül, hogy nem azért van egy nő a világon, hogy gyereket szüljön, és nem azért van egy bűnkösdi karizmatikus férfi, hogy szaporítsa és sokasítsa az emberi fajt, hanem azért van, hogy szeressünk és szolgáljunk. Ugye van a nagy kérdés, hogy melyik a jobb állapot? A házasság, vagy az egyedülállóság? Vagy ez így, ugye maga a szó használat is rossz volt a részemről, törlök. Melyik az értékesebb állapot? Az egyedülállóság, vagy pedig a házasság? Azért töröltem előbb, mert jobb, mind a kettő lehet borzasztó, és mind a kettő lehet nagyon jó. Tehát itt a kérdés inkább úgy szokott fölmerülni, hogy melyik az értékesebb állapot. Most remélem, hogy nem verem le a biztosítékot, de az a helyzet, hogy az egyházban, kivéve a történelmi katolikus egyházat, ahol egyébként itt nagyon jó helyes, jó látással rendelkeznek, nálunk karizmatikusoknál egy kicsit a másik irányba tolódott el a mérlegnek a nyelve, és mi nagyon azt tanítjuk, hogy az értékesebb az, hogyha valaki megházasodik. Ha nem is így fogalmazzuk meg, de az állandó kérdések, az állandó gyülekezeti kultúra, az összhangulat egy gyülekezeten belül azért inkább arra hajaz, hogy hát még mindig nem ment férhez, még mindig nem nősült meg, de érted. Csak ez az a baj, hogy egyrészt egy felesleges nyomást helyez az egyedülállókra, másrészt pedig pontosan az egyedülállóság időszakát, ami vagy időleges, vagy egy évig tart, vagy 5 évig, vagy 50 évig, vagy 120 évig, de az egyedülállóság időszakát devalválja. Márpedig a Biblia az a helyzet, hogy a bibliai látásmód az egyedülállóságról az pont azt mondja, hogy értékesebb állapot. Öveket bekapcsolni. Ha megkérdezed lazán Istent, hogy Uram, most mindentől függetlenül férhez akarok menni, az igaz, de most kivételesen szabadon engem az érdekel, hogy neked mi a véleményed, akkor ő azt fogja mondani, hogy az egyedülállóság az egy értékesebb állapot a Biblia szerint, a mennyei látásmód szerint, mint a házasság.
A legtöbb gyülekezeti kultúra valami fajta hiányosságként kezeli azt, hogyha valaki egyedülálló. Nem tekinti valahogy teljes értékűnek. És így egyébként az ebben az állapotban levők szintén nem tekintik magukat teljes értékűnek, mint azok, akik bejönnek a nagy családdal, a nagy vérségi rokonsággal, 8 gyerek, 2 kutya, és akkor bejönnek a gyülekezeti kapukon. Szintén nagyon jó dolog a 8 gyerek, 2 kutya, csak nem szabad, hogy ez jobb vagy értékesebb állapot érzéseket keltsen. A Máté 19.12-ben maga Jézus mondja azt, hogy vannak olyanok, akik születésüknél fogva alkalmatlanok a házas életre, vannak, akiket az emberek tettek hozzá, és figyelj, és vannak, akik a mennyek királyságáért saját maguk teszik alkalmatlanná a házasságra. Tehát háromféle okból, az Új Szövetség szerint, háromféle okból is lehet valaki szingül állapotban. És azt mondja itt az ige, hogy aki ezt el tudja fogadni, az fogadja el. Gyorsan megmutatok mindenkit. Ha valaki nem tudja befogadni ezt a beszédet, akkor én nem hiszem, hogy Isten kényszeríteni fogja őt arra, hogy ő egyedülálló legyen életének a végéig. Itt csak arról beszél Jézus, hogy Isten szerint vannak olyanok, akik nem alkalmasok a házasságra. És ez egy nagyon fontos gondolat, megint csak hogy azzal kezdtük az elején, hogy az ne az én látásmódomat, ne a felekezet látásmódját nézzük meg, hanem a Bibliának, az Istennek a látásmódját nézzük meg az egyedülállóságról. És Isten azt mondja, hogy fiam, lányom, ez egy tény, nem biztos, hogy rád vonatkozik, de be kell emelned ezt a tényt, hogy nem mindenki alkalmas a házasságra. Nem értéktelenebb, nem alkalmatlanabb, nem rosszabb ember, aki nem ez a kegyelmi ajándéka van. Kevesen tudják, vagy nem tudom hányan tudják, mert nyilván nem csináltam népszámlást ez ügyben, de én úgy gondoltam a saját tapasztalataim alapján, hogy viszonylag sok keresztényt meglep az a gondolat, amikor azt mondom nekik, hogy a Bibliában megvan írva, hogy a házasság az egy kegyelmi ajándék. Pál apostol egyébként úgy fogalmaz, hogy kinek milyen kegyelmi ajándéka van. Valakinek arra van kegyelmi ajándék, hogy ne legyen házas, valakinek pedig arra, hogy házas legyen. Fura gondolat, mert ugye a házassághoz kegyelmi ajándék szükségeltetik, de akik házasságban vannak, azok azért már pontosan tudják, hogy bizony ehhez kell egy kegyelmi ajándék is, hogy jól tudjuk csinálni. De visszatérve az igére, az ige világosan beszél arról, hogy a szingli állapot egy jobb állapot tud lenni. Ez fontos, a biblikus szingli állapot, tehát a biblikusan megélt szingül állapot, az jobb állapot a Biblia szerint, mint hogyha valaki házas állapotban lenne. Megint nagyon fontos, nem követel bűnt valaki, ha megházasodik, Isten áldása van rajta, Isten öröme van benne, Isten teljes erőfeszítése benne lesz, hogy jó házasság legyen, mennyei értékeket fognak bemutatni, fantasztikus Isten drukkol az egészben, tehát jó dolog házasodni is, de hogyha azt kérdezzük meg, hogy melyiket tartja a menny, a Biblia Isten, a bibliai értékrend, melyik az értékesebb, akkor nagyon furcsa módon azt mondja, hogy az egyedülállóság, ha valaki biblikusan meg tudja élni 1 évig, 5 évig, 100 évig, akkor az egy értékesebb állapot, mint a házasság. Mert ez egy dicsőséget adható életmód, élethelyzet. Ézsaiás 56:4-5. Ez egy nagyon érdekes ige. Így szól az Úr a herélteknek. Azok, akik megőrzik, tehát nem minden herélt, hanem azok, akik megőrzik a szombatjaimat, szeretik azt, amiben gyönyörködöm, és ragaszkodnak az én szövetségemhez. Nekik adok az én házamban, az én falaimon belül, de nagyon intim hely, olyan helyet és olyan nevet, amely jobb, mint a fiakban és a lányokban tovább élő név, örök nevet adok nekik, amely soha el nem vész. Hoppá! Ebben az igében egyértelműen jelzi Isten, hogyha valaki biblikusan éli meg a szingli életvitelt, az egy dicsőséges életvitellé tud válni, és egy megbecsült nevet szerez magának az Isten örökké valóságában az, aki ezzel az élet állapottal jól él. Ugye azt mondja az 1 Korintus 7:8-ban a Pál apostolon keresztül az ige, Új Szövetség, hogy a nem házasoknak, az özvegyeknek pedig azt mondom, hogy jó nekik, ha úgy maradnak. Hál' Istennek ezt Pál apostol írja, mert ő tényleg úgy volt egyedülálló.
Az a helyzet, hogy, és még van pár jó pár díg, ami azt mondja, hogy jobb, de amit most ebből ki akartam hozni, hogy tulajdonképpen az egyedülállók és a házasok az nem egy rossz és egy jó állapot, nem ezt mondja a Biblia, hanem egy jó és egy még jobb. A különbség tehát nem az, hogy bűn az egyik, a másik pedig az az igaz és az a szent is jó, hanem is azt mondja, hogy az egyik az jobb, mint a másik, de mind a kettő jó dolog. Mind a kettőnek speciális nehézségei vannak és speciális jutalmai vannak. De mind a kettőnek akkor van értéke, hogyha biblikus módon éljük meg, mennyei értékrendként és mennyei elhívásként felfogva tudjuk megélni, magyarán önmagán túli dologért. Kicsit bonyolultan fogalmaztam, a házasság sem önmagáért való, hanem akkor fog nagyon szuperül működni, és akkor lesz igazán jó tartalma, ha a felek fölismerik, hogy a házasságnak igazából akkor durran be, akkor lesz igazi királyságos erővel, szeretettel, vitalitással teljes, ha rájönnek, hogy ez nem miattuk van, hanem van egy titok, amit be kell, hogy tudjanak mutatni. De a szingli életvétel szintén ilyen. Ha rájössz arra, hogy mire való, akkor Isten egy megbecsült időszakként fog erre tekinteni. Még ilyen záró gondolatként aztán remélem, hogy a kávéházban úgy is fogunk találkozni. Én azt szeretném nektek mondani, hogy vannak jelei annak, amikor valakit Isten erre elhívott, mert van olyan, akit Isten elhívott az egyedül valóságra. Tehát ez az ajándék az elhívása. Most még ne jegy meg, nem biztos, hogy te vagy az. Van, aki választhatja ezt, és van, akit nem erre hívtak el, hanem, és nem is választhatja, mert nincs hatalma igazából önmaga felett, és ő ettől szenved, és ennek ez nem egy jó állapot, ő mindenképpen meg akar házasodni. Mind a háromnak vannak jelei, mind a háromnak vannak bibliai kritériumai, és ha eljössz a Single Kávéházba, a Single Crossnak a kávéházába, és ott erről beszélgettünk, akkor ott elmondom, hogy milyen jelek és milyen igei metódusai vannak ennek. Nagyon örülök, hogy ezt végignézted, és én nagyon remélem, hogy találkozunk. Isten áldjon benneteket!